Köszöntöm a kedves nézőket! A Pécsi Tudományegyetem Univerzitás Televíziójának Nyitott Egyetem című műsorában dr. Dövényi Zoltán egyetemi tanár előadását tekinthetik meg Kelet-Nyugat között címmel. Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóim! Magyarország több mint 1000 éves története során szinte mindig benne volt valamilyen módon a nemzetközi vándorlás áramlataiban. Földrajzi helyzetünk miatt elég sokszor voltunk a népek országútja, ami nem mindig volt előnyös, de geográfiai pozíciónk olyan, hogy egyszerűen, ha akarunk, akkor sem tudnánk a nemzetközi vándorlás folyamataiból kilépni. Tehát ez egy történelmi tradíció, aminek számos érdekes vonása van napjainkban is. Miről tudunk beszélni, ha Magyarország nemzetközi vándorlásban betöltött szerepéről akarunk valamit mondani? Például tudunk beszélni a menekültek, menedékesek, menedékhullámok Magyarországon, külföldi állampolgárok Magyarországon, Magyarország új állampolgárai témakör is számos érdekességet mutat. Ugyanúgy érdekes lenne a magyar állampolgárok külföldön probléma, és napjaink egyik nem jelentéktelen problémája a Kárpát-medencei magyarság kivándorlási hajlandósága, és hát ennyi probléma után talán megbocsátható, ha végezetül megpróbálunk egy kicsit jósolni is, hogy mi várható a jövőben. Ezt megelőzően azonban nem kerülhetjük el azt, hogy itt is az alapfogalmakat és némi előzményeket megnézzünk. A vándormozgalmak feloszthatók belső vándorlásra, munkaerőmozgásra, nemzetközi vándorlásra. A mi esetünkben most a nemzetközi vándorlás áll a középpontban, ami egyszerűen definiálható. Akkor beszélünk nemzetközi vándorlásról, hogyha a migráció átlépi az ország határt. A belföldi vándorlásnál elegendő volt a közigazgatási határ, itt már ország határt átlépő migrációról van szó. Első alapkérdés nyilván az, hogy miért vándorolnak az emberek, miért nem maradnak helyben, mint mondjuk a középkor folyamán. Ezt már több mint 100 éve próbálják megválaszolni. Egy Ravenstein nevű kutató volt az első, aki a migráció úgynevezett törvényeit megfogalmazta még az 1880-as években. Ravenstein szép németes neve ellenére egyébként angol, de ez nyilván tudományos tevékenységét nem érinti. Amit ő annak idején mondott, miért vándorolnak az emberek, azok egy része ugye ma is igaz, de az utóbbi évtizedekben több kísérlet történt különféle migrációs modellek kidolgozására. Ezek közül a legismertebb a push and pull modell, tehát amelyik a vonzó és a taszító tényezőkre vezeti vissza, hogy miért vándorolnak az emberek. Utóbbi időben egy magatartásorientált modell is előjött, és a felsoroltaknál jóval több modell is van, ez most nem érdekes. Tehát a vándorlásoknak mindenképpen vannak okai és motivumai, és ezekből kiindulva különböző típusú nemzetközi migrációkat vezethetünk le. Két fő típusa a nemzetközi vándorlásnak a kényszerjellegű migráció és az önkéntes vándorlás. Kényszerjellegű migráció akkor alakul ki, amikor az ember nem jó kedvével lép át országhatárt, hanem saját jól felfogott érdekében esetenként a puszta élete mentése érdekében. Kényszerjellegű migrációt váltanak ki a háborúk, politikai elnyomás, vallási, etnikai diszkrimináció, és ami az utóbbi évtizedek sajnálatos terméke, az ökológiai és a természeti katasztrófák is. Ha kényszerjellegű vándorlásokat akarunk keresni, akkor nem kell messzire távolodni Magyarországtól. Elég, ha arra gondolunk, hogy mi történt a szomszédos országokban, elsősorban Dél-Kelet-Európában az elmúlt évtizedekben. Sajnálatos, hogy a kényszerjellegű migráció világszerte megerősödőben van az elmúlt évtizedekben. Méreteiben persze nagyobb az önkéntes vándormozgalom, amikor az egyén szabadon választja meg azt, hogy akkor én most egy másik országba akarok élni, dolgozni vagy tanulni. Itt különböző tényezők vannak, ami miatt megindulnak az emberek az országhatáron keresztül. Gazdasági tényezők nagyon fontosak, hogy a vendégmunkás probléma ehhez kötődik. Aki magasabb életszínvonalat, jobb életkörülményeket akar elérni, az is esetenként ezt más országba keresi. De a leggyakoribb az, hogy a különböző motivációknak a kombinációja vezet el oda, hogy az egyén vagy egyes csoportok elhagyják az országot. Így jellegzetes migráns csoportok alakulnak ki
Ennyi elméleti bevezető után most már valóban Magyarországra vetnénk néhány pillantást a nemzetközi vándorlás relációba. Alapkérdés itt nyilván úgy merül fel, hogy hol áll Magyarország a nemzetközi vándormozgalom folyamataiban. Szent István óta Magyarország a 19. század közepéig szinte mindig nyertesen jött ki a nemzetközi vándorlásból. Különféle népek, különféle csoportok időről időre betelepültek az országba, növelték az ország népességét, hasznot hoztak az országnak. Ennek kivándorlási ellentétele alig volt. A 19. század utolsó évtizedeiben változik meg ez a helyzet, és attól az időszaktól, mondjuk az 1880-as évektől napjainkig Magyarországon a bevándorlás és az elvándorlási hullámok egymást követik. Így azt mondhatjuk, hogy ebben a szűk 130 évben Magyarország két alkalommal volt befogadó ország, és két alkalommal kibocsátó. Az első fázis, hát 19. század, utolsó évtizedei első világháború előtti időszak, amikor kibocsátó ország vagyunk, ez az Amerikába történő vándorlás, ahogy a költő is írta, kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk, tehát ez egy veszteséges időszak. Megváltozik a helyzet az első világháború után, nem teljesen önként, trianoni határ meghúzásával több százezer magyar menekül az anyaországba, megszűnik az Amerikába történő kivándorlás, tehát a két világháború közötti időszak egy pozitív szféra a nemzetközi vándorlás szempontjából. Második világháború után ismét egy váltás, több jellegzetes országhatárt átlépő mozgás, németek kitelepítése, magyar-szlovák lakosságcsere, politikai emigránsok. Ezt követően 1956-ban közel 200 ezer ember távozik az országból, és hát a 60-as, 70-es, 80-as években legális és illegális kivándorlás vezetnek oda, hogy a szocializmus hosszú évtizedeiben Magyarország kibocsátó ország. 1980-as évek végén változik a helyzet, tehát már rendszerváltozás előtt pár évvel. Magyarország ismét nyertese a nemzetközi vándorlásnak. Menekült hullámok, bevándorlás a szomszéd országokból, azok a folyamatok, főbb folyamatok, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy az ország darabszámra nézve nyertesként kerül ki a nemzetközi vándorlásból. Milyen tényezői vannak ennek a nemzetközi vándorlásnak? Először a kényszervándorlásról beszélnénk, hiszen ez jelent meg először. 1987-től indul a történet, amikor egyre nagyobb számban román állampolgárok az ottani elnyomás alól Magyarországra jönnek, nem hajlandók visszamenni, és akkor már a szocialista Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy erőszakkal kitoloncolja őket. Ezeknek a zömében magyar anyanyelvű román állampolgároknak a száma egyre nő. Megugrik a Romániából, főleg Erdélyből érkező menekültek száma, például a Ceausescu rezsim végső periódusában, majd pedig a 90-es évek elején az ismert marosvásárhelyi etnikai kilengéseknél. 91 közepére, 92 elejére aztán normalizálódik a helyzet, ez az Erdélyből érkező menekült hullám elenyészik, és hát akkor egy történelmi balszerencse, kitör a polgárháború Jugoszláviában, ami az eddigi legnagyobb menekült hullámot váltja ki Magyarországra, főleg a horvátországi szakasz. Amikor ez lecseng és áthelyeződik a polgárháború Bosznia-Hercegovinára, akkor még van egy kisebb menekült hullám, de hát nyilvánvaló, hogy a földrajzi távolság miatt akkor a tömegek nem tudnak jönni. Még van egy mini csúcs a menekült hullámoknál a szomszédból, a Daytoni egyezmény előtti etnikai tisztogatások még kiváltanak egy kisebb hullámot, és akkor úgy tűnik, hogy Magyarország megúszta kényszer jellegű vándorlásokat. Ha mérlegét nézzük ennek, hát itt több tízezer ember mozog. Ha megpróbáljuk összeszámolni, hogy különböző szakaszokban egyáltalán menjen kérdek menedékjogot Magyarországon, az kb. 130 ezer ember. Az nem azt jelenti, hogy egy időben mind itt volt. Ezek egyrészt elment, kivándorolt, fölvett a magyar állampolgárságot, de mindenképpen mutatják ezek a menekült hullámok, hogy nem mindig jó dolog a Balkán kapujának lenni. Menekült kérdés szempontjából bizonyosan nem. 96 után is folytatódik a történelem. Megindul egy újabb menekült hullám, aminek egy érdekes kiváltó oka van.
Magyarország annak idején a Genfi menekültügyi konvencióhoz úgy csatlakozott, hogy földrajzi korlátozottsággal, tehát azt mondtuk, hogy mi csak Európából fogadunk be menekülteket. Nemzetközi nyomásra 96-ban feloldjuk a területi korlátozást, és akkor a világ minden részéről elindulnak hozzánk a menekültek. 97-98-ban 10 000 fölötti menekültet regisztrálnak Magyarországon, de honnan? A világ elképesztő részeiről, esetenként több 10 000 kilométer távolságról, Irak, Irán, esetenként Grúzia, Afganisztán, India, Banglades. Elmúlt években lecsengett ez a hullám, és most már évente 1500-2000 új menekültet regisztrálunk. Azért ne gondoljuk, hogy ez örök időkig így marad. A politikai helyzet bizonytalansága bármikor kiválthat egy újabb menekült hullámot, ami elől Magyarország sem térhet ki. Tehát ebből a szempontból két szakaszra osztható a magyarországi menekült történet. Van egy európai szakasza, ami 96-ig tart, amikor a szomszédországba jönnek menekültek, és van egy másik szakasza, amikor az Európán kívülről érkezők a dominánsak. Van még egy lényeges különbség az Európából és az Európán kívülről érkező menekült hullámoknál, nevezetesen, hogy amíg a szomszédos országból érkező menekültek túlnyomó része legálisan érkezik az országba, addig a távoli részekről érkezők túlnyomó része illegálisan. Mondjuk ez nem meglepetés, hát aki életét mentve menekül el mondjuk Afganisztánból, vagy Irakból, vagy akárhonnan, az bizonyosan nem bíbelődik az úti okmányok kiváltásával. Kisebb gondja és nagyobb annál, mint hogy magyar vízumot szerezzen. Ha áttérünk az önkéntes nemzetközi vándorlásra, akkor bizonyos hasonlóságok vannak a menekült hullámokkal. Nevezetesen, hogy a 90-es évek eleje egy jelentős csúcsot jelent. A szocialista időszakban az általános az összes európai szocialista országnál, hogy törekednek arra, hogy a külföldi állampolgárokat, még ha a szocialista ország állampolgár is volt, távol tartsák az országtól. Egy ilyen visszafogott vendégmunkás politika jellemző Magyarországra is, 10 000 alatti mindig a Magyarországon élő külföldi állampolgároknak a száma, és ezek túlnyomó része szocialista országból van. Most ez megváltozik a 80-as évek legvégén, tehát a szomszéd országokból, elsősorban Romániából nem csak menekültként kerül több 10 000 ember Magyarországra, hanem önkéntes engedéllyel rendelkező, letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező személyként is. 92 tájára azután lecseng ez a nagy hullám, és utána már az évente tartózkodási engedélyt kérő külföldi állampolgárok száma 90-es évek közepén jóval 15 000 alá csökken. Ez bizonyára összefüggésben van azzal a transformációs krízissel, ami akkor Magyarországra jellemző. Utána ismét van egy emelkedés, és manapság azt mondhatjuk, hogy évente 18-20 000 új beköltöző külföldi állampolgárról beszélünk. Az, hogy hányan élnek egy időben külföldi állampolgárok Magyarországon, nem teljesen jók a statisztikai adataink, eleve csak úgy 95-től vannak igazán megbízható adatok, és ráadásul 2000-ben történt egy statisztikai változás, tehát megtisztították az adatbázist, így nem tudjuk igazán folyamatosan követni a nálunk legálisan élő, azt is hozzátenném, külföldiek számát. Most azt mondhatjuk, hogy 2006-os adatok szerint valamivel több mint 150 000 külföldi állampolgár él legálisan Magyarországon. Ami azt jelenti, hogy ez körülbelül 1,5% a magyar lakosságnak, európai mértékkel mérve ez alacsony. Tehát mi nem vagyunk bevándorló ország. Hogy mennyien élhetnek illegálisan, hát a dolog természetéből következik, ezt nem tudjuk megmondani. Én úgy gondolom, hogy körülbelül hasonló számban. És akkor azt jelenti, hogy Magyarországon legálisan, illegálisan mondjuk 3%-a él a lakosságnak. Ez szintén nem magas európai relációban. Érdekes a megoszlás. Magyarországon élő külföldiek honnan kerülnek ki? Nem ide igyekeznek az emberek a világ minden részéből, az világos. Magyarország tulajdonképpen a szomszédos országok számára érdekes, mint bevándorlási célpont. Ha megnézzük az itt élő külföldieket állampolgárság szerint, közelfele román állampolgár.
Jelentős az ukrán állampolgárok száma és a jugoszláv, illetve ex-jugoszláv, szerb, montenegró, stb. Ezek kiteszik több mint a kétharmadát a Magyarországon élő külföldi állampolgároknak, és ehhez még egyéb európai országot is hozzácsapunk, akkor több mint 80% a Magyarországon élő külföldieknek európai. A világ távoli részeit tekintve kicsit érdekesek vagyunk a kínaiaknak, meg a vietnámiaknak, Afrikából alig-alig. Tehát egyértelműen 3-4 ország az, amely állampolgárai számára érdekesek vagyunk, mint migrációs célpont. Ugye nem véletlenül mondtam eddig mindig állampolgárságot. Román állampolgár, ukrán, stb. Az állampolgárság ebben az esetben megtévesztő, mert akik hozzánk érkeznek több éves letelepedési szándékkal, azoknak meghatározó része anyanyelvét nézve magyar. Ezt sejtettük, éreztük hosszú ideig, de a 2001-es népszámlálás volt az első olyan statisztikai adatfelvétel, ami alapján ezt bizonyítani is lehetett, mert akkor rákérdeztek az anyanyelvre és a nemzetiségre az itt élő külföldi állampolgároknál is. Hát az eredmény nem meglepetés. Az itt élő külföldi állampolgárok legalább kétharmada, más megközelítésben több mint 70%-a, itt vannak statisztikai különbségek, magyar anyanyelvű. Az ország minden részén a magyar anyanyelvű külföldi állampolgárok dominálnak. Sajátos természetesen Budapest helyzete. Budapest ebből a szempontból is egy multikulturális város természetesen. Érdekes a Magyarországon élő külföldi állampolgárok életkor szerinti megosztása is. Ez egyértelműen egy munkára orientált társaság, ami azt jelenti, hogy nagy többségében munkaképes korúak. Tehát a magyar átlagnál jóval kevesebb a fiatalkorúak és az időskorúak, tehát a nyugdíjaskorúaknak a száma és aránya. Bár ezen a téren az utóbbi években történt egy eltolódás, érzékeleten megnőtt a 60 év feletti külföldi állampolgárok száma és aránya Magyarországon. Ez azzal függ össze, hogy megkezdődtek a családegyesítések. Tehát azok a 20-30 vagy 40 éves nálunk élő külföldi állampolgárok, akik itt a munkáért jöttek át, kezdik átmenteni a szülőket a szomszédos országokból, és ez az oka elsősorban annak, hogy öregszik ez a populáció. Hol élnek a külföldiek Magyarországon? Nem homogén az eloszlásuk természetesen, meghatározó részük Budapesten és környékén. Tehát ebből a kb. 150 ezer emberből, akire azt mondtuk, hogy legálisan, hosszú távon külföldi állampolgárként él Magyarországon, hát ebből úgy közel 50 ezer Budapesten él, még egy 20 ezer Budapest környékén, tehát körülbelül a fele a külföldieknek nagyon koncentráltan Budapesten és környékén él. Egy másik csomópont Szeged és Csongrád megye, nyilván a Szerbiához való közelség, és a Kárpát-Ukrajnához csatlakozó Szabolcs-Szatmár-Bereg, ahol még az átlagosnál nagyobb a külföldi állampolgárok aránya. Országnyésznyi területeken, Dunántúl nagy részén, Észak-Magyarországon nagyon kis számban élnek külföldi állampolgárok. Ha a külföldi állampolgárok számához hozzátesszük még az állampolgárságot is, akkor látható, hogy bizonyos esetekben érvényesül az, hogy a Magyarországra jövő külföldi állampolgár igyekszik közel maradni eredeti hazájához. Nem véletlen, hogy Szabolcs-Szatmár-Berekben élő külföldi állampolgárok meghatározó része ukrán állampolgár. Ezek döntő részben kárpátaljai magyarok. Ugyanez jelentkezik mondjuk Csongrád megye esetében, ott pedig a jugoszláv vagy ex-jugoszláv állampolgároknak az aránya magas, és nem véletlen, hogy Baranyában meg mondjuk a horvát állampolgároké átlag feletti. Budapest ebből a szempontból is természetesen egy multikulturális város, a kínaiak aránya is elég magas. Magyarországon élő kínaiaknak kb. 4/5 egyébként Budapesten él, ha hihetünk a statisztikai adatoknak ebben a vonatkozásban. Egy kicsit finomabb felbontásban, település szinten nézzük meg, hogy hol van a külföldi állampolgároknak nagyobb koncentráció, akkor teljesen egyértelműen Budapest és az agglomerációja nagyon jól látszik, Szeged és az agglomerációja, és a Berek-Szatmári síkság, ukrán határ mellett. Ha megnézzük, hogy melyek azok a települések, ahol átlagosnál jóval nagyobb számban és arányban élnek külföldi állampolgárok, akkor ez részben követi a település hierarchiát, tehát a legnagyobb népességszámú városokban él
viszonylag sok külföldi, de nem mindig. A budapesti agglomerációban Budaörs, Gödöllő vagy Érd, bár a népességszám alapján nem tartoznak az ország élvonalába, arányaiban mégis meglehetősen sok külföldi állampolgár él itt. A Magyarországon tartózkodási engedéllyel megjelenő külföldi állampolgárok egy része eleve úgy jön ide, hogy állampolgárságot akar kapni. Ez nyereség Magyarországnak. 1990-es évek elején és napjaink között azt mondhatjuk, hogy úgy 120-130 ezer új állampolgára lett Magyarországnak, és ezzel szemben kb. 15 ezeren mondtak le a magyar állampolgárságról, tehát itt van egy 100 ezeres nyereség állampolgárok esetében is. Eléggé hullámzó az, hogy az egyes években hány új állampolgárt nyer Magyarország, de a kiosztás ugyanaz, mint amit az itt élőknél láttunk, tehát döntő része román állampolgár, magyar anyanyelvű, ukrán állampolgár, magyar anyanyelvű, vagy Szerbiából érkező szintén magyar anyanyelvű. A korstruktúrája az új magyar állampolgároknak szintén mutatja ezt az érzékelhető öregedést, amit az itt élőknél mondtunk. Tehát 1993-ban jóval fiatalabb életkorúak kapták meg a magyar állampolgárságot, mint 10 évvel később. Magyar állampolgárok külföldön egy nagy kérdőjelet tudunk feltenni, érdekes módon alig tudunk valamit. Amíg a bejövő külföldi állampolgárok statisztikailag mindenhol jól regisztráltak, addig fordítva ez nem működik. A jogszabály szerint, aki 3 hónapnál hosszabb időre elhagyja Magyarországot, ezt be kéne jelenteni a jegyzőnek. Nem hiszem, hogy akad ebben a körben valaki, aki ezt megtette volna. A hiányos adatbázis alapján tehát csak becsléseink vannak. Úgy gondoljuk, hogy 100-120 ezer magyar állampolgár élhet külföldön. Ennek mondjuk a fele NSZK-ban, kisebb csoportok Nagy-Britanniában, de például az osztrák statisztika ezt nem tartja nyilván. Egy nagy probléma napjainkban a Kárpát-medencei magyarság kivándorlási hajlandósága. A rendszerváltozások táján Nyugat-Európában volt egy nagy félelem, hogy egész Kelet- és Közép-Európa megindul nyugatra. Akkor azt vizionálták, hogy egy 25 millió ember az Uraltól elindul, és akkor meg se áll Nyugat-Európáig. Ez természetesen nem következett be. Nyeresége az egésznek, hogy volt egy csomó kutatás ebben a műfajban. Magyarországra vonatkozó legfontosabb eredmény, hogy a magyar lakosság migrációs potenciálja alacsony. Tehát jelenleg ma azt mondhatjuk, hogy 30-70 ezer olyan magyar állampolgár van, aki komolyan vehető migránsként, ez nem csak kivándorlót jelent, hanem hogy néhány hónapig vagy néhány évig külföldön akar dolgozni. Van viszont egy feltűnő aszimetria. Amíg az anyaországban élő magyarok migrációs potenciálja alacsony, addig a szomszéd országok magyarságának észrevehetően magasabb a migrációs potenciálja. Néhány megdöbbentő adat, hogy az erdélyi magyarok közel egynegyede a kivándorlás gondolatával foglalkozik. Jóval nagyobb arányban akarnak munkavállalás céljából is külföldre menni, mint ami a magyarországi, tehát anyaországi magyarságra vonatkozik. Összességében azt mondhatjuk, hogy kompország vagyunk, ugye Ady Endrére hivatkozva, tehát Kelet és Nyugat között egyfajta migrációs közvetítők vagyunk. Ha megnézzük Magyarország migrációs modelljét, akkor azt látjuk, hogy a tranzit migrációtól kezdve az illegális migráció, a menekültek, ezek bármelyik irányból is indulnak el, sok esetben Magyarországon keresztül vezet az útjuk. Ha megnézzük az embercsempészek útvonalait, ha az Uráltól jön, vagy ha Olaszország felől, akkor is Magyarországon megy át a csempészet embereknek egy jelentős része. Tehát a népek ország útja vagyunk, az egyértelmű. Na most, ha jósolni akarunk, hogy akkor mi lesz a jövőben, az teljesen egyértelmű, hogy a nemzetközi vándorlás ma már egy globális probléma. Ha megnézzük, hogy 2050-ig hogy alakul a világ népessége és a migránsok száma, akkor a migránsok száma gyorsabban fog nőni, mint a világ népessége. Tehát a probléma fokozódik, és arra külön fölhívnám a figyelmet, hogy jelenleg legnagyobb számban migránsok Európában élnek. Tehát ez egyre inkább európai probléma lesz. Miért? Mert Európában csökken a népességszám, van egy előregedés, elfogy a munkaerő. Mit lehet tenni? Az első gondolat nyilván az, hogy bevándorlás, Európán kívüli részekről fogadjunk be embereket. Igen, csak a potenciális népességpótlási terület Európa számára Közel-Kelet és Észak-Afrika, az ott élő mohamedán lakossággal. Hogy ez mit jelent, az elmúlt 2 év európai fejleményeiből már tudjuk.
A multikulturalizmuson tehát óriási repedések vannak, úgyhogy ezt meg kell gondolni, hogy honnan szerez Európa pótlólagos lakosságot. Magyarország sajátos helyzetben van, ugye itt van a potenciális népességpótlási terület, a Kárpát-medence. Mit lehet tenni ebbe az ügyben? Változatok a migrációra. Azt mondhatjuk, hogy mindenki települjön át, aki magyar az anyaországba. De azért ne tegyük meg azt a szívességet a szomszéd országoknak, hogy egy magyar-magyar etnikai tisztogatást csinálunk, tehát ez nem tűnik járható útnak. Másik megoldás, mindenki maradjon otthon. Ez meg egy barátságtalan dolog lenne. Tehát valami köztes megoldást, modus vivendit kellene találni. Tehát ki kell dolgozni Magyarországnak is egy új migrációs politikát, ami vonatkozik a Kárpát-medencére és vonatkozik a nagyvilágra is. A világban van egy óriási demográfiai bónusz, 100 milliók állnak ugrásra készen, hogy új hazát találjanak. A migrációs politikában is érvényes az a szabály, hogy aki először választ, az nyer. Tehát aki ki tudja mazsolázni a demográfiai bónuszból a jól képzett fiatal embereket, az nyer. Akinek csak a reszli marad, az megnézheti magát. Az új migrációs politika mellé kellene egy új népesedési politika, ez is hiányzik Magyarországon. Sürgető feladat egy közös európai migrációs politika kidolgozása. Ezt egyes országok nem csinálhatják meg egyedül, mert ez egy olyan játszma lenne, ahol mindenki vesztes lenne. Amennyiben nem lesz egy új európai migrációs politika, akkor felhívnám a figyelmet Arnon Toynbee azon mondására, hogy a civilizációk nem gyilkosság áldozatai lesznek, hanem saját magukat ölik meg. Köszönöm a figyelmet.